You trust me? I do. A Marvel kiadott még egy végjáték előzetest, ami ugyancsak egy perc hosszú, mégis tele van új felvételekkel. Mi több, ez az eddigi legárulkodóbb tréler, szóval úgy gondoltuk, ezt is alávetjük a szokásos tréler analízisünknek. Kezdjük is mindjárt a Quinjet látványával, ahogy az éjszakai Tokió felé repül. Aztán láthatjuk Mordájt, ahogy Nebulát nyugtatja, majd Tonyt és Peppert ölelkezni. Könnyen lehet, hogy Tony űrlord kabátját viseli, ami Pepper tekintetével együtt azt sugallja, hogy most érkezett haza a titáni viszontagságokat követően. Úgy látszik, mégsem kellett lejátszani az első előzetesben rögzített felvételt. Hamarosan ismét vasemberként láthatjuk őt, és megint csak egy új modellt visel. Új válpaneljei kigyúrt hatást keltenek a régi képregényekből ismert Mark 3-as ruhához hasonlóan. Ami a többi bosszú állót illeti, Bruce, Roddy és Thor a csettintés során meghalt barátaikról elmélkednek. Thor közben kenyeret majszol, mert hát tragédia, ide vagy oda, szénhidrátra szükség van. Fekete özvegy meglehetősen szomorúnak tűnik itt az esőben ücsörögve. A haja vörös és jó hosszú, ami arra enged következtetni, hogy jó sok idő eltelt a végtelen háború óta. Vagy időutazásról van szó? Natasának csak ebben a trailerben három különböző frizurája van. Van a vörös, a szőke, illetve a vörös és szőke. Az időutazás lehet erről, vagy a fodrásznál dolgozza fel a gyászt? Nem tudjuk. Minden esetre a fák ebben a kertben japán juharfákra emlékeztetnek, azaz úgy tűnik, hogy Ned épp Clintet keresi az esőáztat a Tokióban. Apropó Solyomsz, Ronin. Őt is láthatjuk a bosszúállók főhadiszállásán, és nem csak a friszkója új, de van egy szép nagy tetkója, rajta egy szamuráj koponyával. A kis hipster. Megsemmisítő érzés látni a letört kapitányt, ahogy a csapat legnagyobb veszteségével szembesül a tükörben, saját gyönyörű szakálának hűlt helyével. Ez a beállítás egyértelműsíti, hogy Thor a vihartörőt hívja magához, nem a Mjölnirt, de várjunk csak, a nyele nem Grootból készült? De hát Groot meghalt a csettintésben, azaz a nyélnek is meg kellett volna semmisülnie, nem? Vagy a Grootból letört darabok már nem Grootok többé? De akkor hogy tudta őt újra növeszteni egy ilyenből Mordája galaxis őrzőiben? A vihartörő nyeléből is újra lehet őt növeszteni? Fájdul a fejünk ennyi kérdéstől. Itt majdnem az egész csapatot láthatjuk felkészülni valamire, de koncentráljunk csak Mordájra meg az ő menő új gúnyájára. Ez a gönc lehet, hogy a korábbi trailerben látott egyenpáncél aláöltözete, vagy egy képregényes utalás egy régebbi ruhájára. Nebulának is új ruhája van, ha már az inkább emlékeztet egy űrkalóz játszó ruhájára. És végre Tony és Steve is egy levegőt szívnak, talán rendezték a polgárháborús nézeteltéréseiket, és még kezet is ráztak. Szent a béke, ugye? Az űrben a bosszúállók egy gigantikus járművet közelítenek meg, ami csak a menedék kettes lehet, Thanos zászlós hajója. Ezután lehet, hogy pont ennek a hajónak a romjai között találjuk magunkat. Talán a földön, talán máshol, és látjuk Vasembert, a kapitányt és Thort az új kardjára támaszkodó Thanos felé haladva. Vagy ez utóbbi inkább Doctor Strange? Csak mert tudjátok, ebben az univerzumban bármi megtörténhet. Mindhárman Thanos felé tartanak, hogy megküzdjenek vele. A kapitány a pajzsát is visszaszerezte, meg a ruhája is új, szóval ő biztosan eltökélt. We gotta finish this. Ezek a leglazább dolgok, melyeket az új előzetesből kiszúrtunk. Osszátok meg velünk a kommentek között, hogy ti miket fedeztetek még fel a trailerben, és csekkoljátok a korábbi kedvcsinálók elemzéseit is. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!